Akkor folytatjuk Dhruva Maharás történetét. Az előző részben Nárada azt az utasítást adta a kis Dhruvának, hogy vonuljon egy szent helyre. Szabályozza az érzékeit, és meditáljon Krisna szívében levő formáján. Hát a felső lelkem. Nárada a legfelsőbb személy, odaadó híve volt, ezért azt akarta, hogy tanítványa megkapja az élet legvégső eredményét. Hát az isteni iránti odaadást, a baktit. Ezért a tanítványának az Om Namo Bhagavate Vasudevaya mantrát adta. Ezen kívül arra is utasította a Dhruvát, hogy minden nap fürödjön meg háromszor a Yamuna folyóban, és emlékezzen az úr négykarú formájára, a felső lélekre, melyről Nárada részletes leírást adott neki. Tehát végeredményben az odaadó szolgálatában foglalta le tanítványát. Ez számunkra azért lényeges, mert tanúi lehetünk annak, hogy ez a folyamat milyen hatékonyan képes megváltoztatni a gyakorlóját. Tehát Dhruva megfogadta a lelki tanítómestere utasítását, és megérkezett Vrindavan egyik erdejébe, Madhuvanába. Naponta háromszor megfürdött a Yamuna folyóban, és az Om Namo Bhagavate Vasudevaya mantrát vibrálva Krisna négykarú formájára emlékezett. Egy fél éven keresztül gyakorlatilag minden napja itt telt, és a testi szükségletei egyre csökkentek. Az első hónapban csak erdei gyümölcsöket evett, és azt is csak három naponta. A második hónapban már csak leveleket, hát száraz leveleket és füveket, tehát ezek alkották az étrendjét, és csak hat naponta egyszer evett. A harmadik hónapban már csak kilenc naponta ivott egy kis vizet, és a negyedik hónapban a légzőgyakorlatokat vitte tökélyre. Ez azt jelentette, hogy képes volt arra, hogy csak minden 12. napon vegyen levegőt. Az 5. hónapban a légzőgyakorlatát fél lábon állva végezte, és eközben az elméjét képes volt mindig Krisnára rögzíteni. Valójában folyamatosan Krisna négykarú Visnu formáján a felső lelken meditált. Ennek eredményeképpen olyan súlyossá vált, hogy megingott alatta a földbolygó. De hát hogyan lehetséges ez? Prabhupád elmondása szerint, mikor egy repülőgépen utazunk, mindannyian képesek vagyunk 1000 km/órás sebességgel repülni. Ez valójában nem a mi sebességünk. De mivel a gépen ülünk, mint egyének, mi is rendelkezünk a gép e tulajdonságával, a sebességével. Szóval ugyanígy Dhruva, mivel a legfelsőbb személyen meditált, olyan súlyossá vált, mint ő, és így a Földet lefelé nyomta, az univerzum alja felé. És mivel a légzését is nagyon lelassította, az univerzum félistenei úgy érezték, hogy nem kapnak levegőt. Ezért a legfelsőbb személyhez, Krisna négykarú formájához, Visnuhoz imádkoztak. Visnu megnyugtatta őket, hogy hamarosan megjelenik Dhruva előtt, és ezzel véget vett szigorú lemondásainak. Így történt, hogy egyszer csak Dhruva elvesztette meditációja tárgyát. Dhruvát ez nagyon megzavarta, és kinyitotta a szemét, ekkor azonban maga előtt megpillantatta azt a szemét, aki eddig folyamatosan meditált. Szóval megjelent előtte Krisna, Krisnának az a formája, amire ez idáig gondolt. Ez jelen esetben a felső lélek volt. Krisna formája láttán Dhruva eddig még soha nem tapasztalt boldogságot érzett.
olyannyira, hogy még a szava is elakadt. De miután Isten a négykarú formája megérintette, Dróva feloldódott, és ezzel egy időben mindent megértett. Megértette, hogy ki Isten, és hogy neki mi az igazi kapcsolata vele. Aztán a legfelsőbb személy elmondta, hogy azért jelent meg, hogy teljesítse vágyát, hiszen lemondásai nagyon elégedetté tették. Mivel Dróva a legnagyobb gazdagságot szerette volna, így egy olyan bolygót kapott, ami az univerzum legkiemelkedőbb helyzetében ma. Ez egy lelki bolygó, tehát akkor sem pusztul el, amikor az univerzum megsemmisül. Egyébként ez a bolygó a sarkcsillag. Az univerzum minden bolygójának és naprendszerének a középpontja. Tehát minden bolygó e körül kering. Így a kis Dróva megkaphatta, amire vágyott. Ennek ellenére elszégyelte magát, hogy ilyet kért, mivel azt tapasztalta, hogy ez a vágya már elmúlt, és tökéletesen elégedetté vált azzal, hogy személyes kapcsolatba került a legfelsőbb úrral. Üvegcserepeket kerestem, de a legértékesebb drágakőre bukkantam, mondta a kis Dróva. Így aztán teljesen elégedett vagyok, és nem kérek semmilyen áldást. Persze ennek ellenére azt az áldást kapta, hogy 36 ezer évig kormányozhatja ezt a világot. Ezután Dróva hazatért, és mindenki nagyon örült az elveszettnek hit fiúnak. Végre találkozhatott vele az apja, Uttanapád, a mostohanyja, Szulicsi, és az anyukája, Szuniti is. És a testvére Uttama is nagyon boldog volt, hogy láthatta Dróvát. Aztán apja átadta neki a királyságot, szóval innentől Dróva Maharázsnak hívhatjuk, és 36 ezer évig uralkodott az univerzum felett. Ebben az időben történt, hogy öcsét, Uttamát vadászat közben megölte egy jaksa. A jaksák Síva hívei, és nem túl civilizált lények, de arról nem ír a Bhágavatam, hogy miért ölte meg az egyikük Uttamát. Arról viszont igen, hogy Dróva Maharádzs, akit mély bánat és düh öntötte a hír hallatán, azonnal harci szekerére szállt, és megtámadta Alakápurit, a jakság fővárosát. Hát gondolhatnánk, hogy egy ilyen fejlett személy, aki személyesen láthatta Istent, nem lehet bánatos vagy dühös. Ebből a példából viszont láthatjuk, hogy azért, mert valaki egy tiszta Isten tudatú, még lehetnek érzelmei, ez természetes. Tehát Dróva hadba indult a jakság fővárosa ellen, mert kötelességének érezte, hogy bosszút álljon testvére gyilkosán. Mikor ezer számra ölte a jakságot, mondhatjuk válogatás nélkül, akkor nagyapja, Svayambhu Manu elment Dróvához. Kérte, hogy hagyja ezt az alaptalan öldöklést, mivel unokája már túllépte a megengedett határt. Dróva rengeteg olyan jaksát is megölt, akiknek nem volt közük fivére halálához. Szóval Dróva nagyapja intelmeit elfogadta, és abba hagyta a harcot. Királyi kötelessége volt a bosszú, de a dühöt nagyon nehéz megállítani. Így szükséges volt, hogy Manu állítsa meg unokáját. Manu elmagyarázta, hogy ezzel a látszólag alaptalan öldökléssel Dróva felmérgesítette Kuvérát, az úr Síva fivérét. Kuvéra volt ugyanis a jakság királya. Manu arra kérte Dróvát, hogy miután abba hagyta a harcot, kérje bocsánatot Kuvérától, akinek a fő szolgálata egyébként, hogy ő a mennyek kincstárnoka. Dróva ezt meg is tette, és Kuvéra nagyon kedélyesen fogadta. Elmondta Dróvának, hogy valójában nem ő, hanem az örök idő végzett azokkal a jaksákkal, akiknek meg kellett halniuk, és Dróva csak eszköz volt ebben. És itt meg kell értenünk,
hogy ha Dhruva Krishna tiszta híveként egy tiszta bakta volt, akinek a jelleme kifogástalan, akkor miért volt szükség arra, hogy manuálítsa meg ezt az alaptalan öldöklést? A Bhágavatam válasza az, hogy Dhruva Maharács királyként a kötelességét végezte, és harcolni csak ilyen szenvedélyes hívvel lehet. Előjárója Manu megállítsa őt. És mivel Dhruva jelleme hibátlan volt, ezért azonnal képes volt követni Manu utasítását. Tehát miután Dhruva 36 ezer évig uralkodott, végül fiára hagyta az uralkodás terhét, és élete utolsó szakaszában, Badarik Ashramban, az egyik szent helyre ment, ahol élete hátralevő részében csak Isten emlékezett. Ezek után az Úr öröktársai vitték örök bolygójára, ahol ma is lelki testében szolgálja az Urat. Ez volt tehát Dhruva Maharás története, amit a Srimad Bhágavatam 4. énekében találtok meg. Köszönöm a figyelmeteket, Haribol!